Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Jó reggelt kívánok, Hanna! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Egy újabb művészélek itt a műsorban, nagyon örülök. Szervusz Attila, én is sok szeretettel köszöntelek, valamint a nézőket is. Vágjunk is bele, neked is van nagyon sok alkotásod, és több kiállítás van mögötted. Mi volt legutoljára? Melyik kiállításod volt legutoljára? Idén februárban, Wiener Neustadtban, a kazamatákban volt egy nagyon szép kiállítás több kiállítóval, de aztán ugye bejött a járvány, és így idén nagyon nehéz megmondani azt is, hogy egyáltalán lesz-e még, illetve hát decemberre van tervezve egy kiállítás, de nem biztos, hogy össze fog jönni. Legyünk bizakodóak, ennek a kiállításnak amúgy mi a tematikája, mire húzzátok föl? Ez december 5-én lenne, a 14. kerületben egy nagyon szép kastélyban, minden évben megrendezésre kerül ez a kiállítás, az a címe, hogy Vienna Art West, több kiállítóval, idén is egy nagyon szép alkalomban tervezve. Meglátjuk, hogy a szervezőknek végül sikerül-e megrendezni ezt az eseményt, nem rajtunk múlik. Nálam elég egyértelmű, mivel hogy én vitorláshajókat festek, illetve tengert. Én csak ilyen témájú képeket fogok kiállítani, attól függetlenül, hogy a kiállításnak mi a témája, mert hogy idén a pop-up kerül előtérbe. Ettől függetlenül mást is ki szoktak állítani, tehát én már többször részt vettem ezen a kiállításon is, és attól függetlenül, hogy mi az adott téma, én kiállíthatom a vitorlás képeimet. És akkor itt most rá is térhetünk a témádra, hogy téged ez a téma, a tenger, a víz, a végtelenség, a vitorlás, ez hogy talált meg, és miért ilyen fontos neked? Egy festőnek nagyon nehéz érvényesülni. Nagyon sok jó festő van, itt Ausztriában is, és azt tapasztaltam, hogyha az ember egy témát kiválaszt, és konzekvensen, tehát évekig ezzel a témával foglalkozik, akkor sokkal egyszerűbb a közönség figyelmét magára vonnia. Korábban sokat vitorláztam, főleg a Balatonon, de az Adrián is. Nagyon szeretem a tengert, a vitorláshajókat szépnek tartom, és ezt a hangulatot szeretném a képeimmel visszaadni. Mivel próbálsz megújulni? Mivel próbálod mássá tenni, hogy ne csak ugyanegy ilyen repró legyen, hogy ismétlődjenek, hogy hogyan próbálsz megújulni a festményekben? Tulajdonképpen nem ismétlődik, mivel mindenképpen más hajó található, van amelyiken több hajó van, van amelyiken csak egy hajó van, van amelyik szeles képet ábrázol, van ahol nyugodt a tenger, van amelyik naplementés, van amelyik napfelkeltés. Ezen kívül a különböző technikákkal is olyan effekteket lehet elérni, ami nagyon mássá teszi a képeket. Tehát én kezdtem annak idején, sok évvel ezelőtt akvarellel, ahol előtte szépen megrajzoltam a képeket, és utána festettem meg. Így születtek a fotorealisztikus képek. Majd ez a téma egy idő után annyira nem vonzott, próbáltam megtalálni a saját stílusomat, és így jutottam el az akrilig. Most is akrillal festek, mivel ez nagyon sok kifejezési lehetőséget ad, sok technikát lehet alkalmazni, ugye az akvarelben ez nem lehetséges. Ha nézők között van ugyanígy festő lélek, de ő azt mondja, hogy nincs kedvem, meg úgyse leszek sikeres, de te se ebből élsz meg, van egy civil munkád, de vannak kiállításait, hogy nekik mit javasolsz, hogy csinálják, ne hagyják abba, hogy alkossanak? Mindenképp azt tanácsolom, hogy a festészettel, ha valaki elkezdte, akkor nem szabad abba hagyni. Ez egy olyan tevékenység, ami az embert kikapcsolja elsősorban. Másrészt megmutathatja a nagy közönségnek is az alkotásait. Ideig én is kételkedtem, illetve az ember elgondolkodik azon, hogy van-e ennek egyáltalán értelme, mivel egy Picasso, egy Rembrandt biztos, hogy nem lesz az ember, és azt az ismeretségi fokot sem fogja elérni. Mégis. A saját kis környezetében úgy érzem, hogy mindenki lehet ismert, tehát én is azt tapasztalom, hogy amióta kiállítok, egyre többen megismernek, egyre többeknek tetszik az, amit csinálok, ezek után vásárolnak is festményt. Tehát
én mindenkinek azt tanácsolnám, hogy ha elkezdett festeni, abba ne hagyja. Tehát mindig vannak kis sikerélmények, és ezeket nagyon meg kell becsülni. Hogy jutottál el odáig, hogy több kiállításon már túl vagy? Ez szerencse, felfedeztek, kapcsolatok, hogy nálad ez hogy alakult? Nálam ez úgy alakult, hogy az első kiállításom 2003-ban volt Balatonfüreden, az Artist Galériában, majd utána egy nagyobb szünet következett, illetve kisebb-nagyobb kiállításokon részt vettem Magyarországon, de ott nem tudtam igazán áttörést elérni. Valószínűleg még akkoriban a technikám is fejletlen volt, de mivel olyan szerencsés vagyok, hogy először egy osztrák festőnek lehettem a tanítványa, majd az ő halála után és egy nagyobb szünet után megismerkedtem egy iráni festőnővel, és utána az ő tanítványa lettem. Ezek után kezdtem el kiállítani Bécsben, ami úgy jött, hogy először eljártam kiállításokra. És ott az ember megismerkedik különböző emberekkel, és elkezdtem mondani, hogy hát én is festek. És akkor erre fölkapták a fejüket, hogy tényleg festesz, és állítottál már ki? Hát itt Bécsben még nem. És szeretnél? Hát persze, hogy szeretnék. Hát akkor gyere, állítsuk ki a képeidet. És tulajdonképpen az első kiállítás után szó szerint kézről kézre adtak, és hál' Istennek a mai napig úgy van, hogy hívnak kiállítani. Sőt, most már nem is minden ilyen lehetőséget fogadok el, mivel olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagy lakásban élhetek, és tulajdonképpen egy házi galériát rendeztem be. Ez pontosan mit jelent, hogy házi galéria, hogy hozzád is mennek akár leendő vevők, vagy szoktál privát kiállítást rendezni, szervezni? Ez úgy működik, hogy nem mind, de jó pár képem föl van a falon, tehát a nappaliban, az előszobában, ami óriási, a hálószobában, még van két másik szoba, ott is lógnak képek. Ez úgy működik, hogy igen, jönnek hozzám, nem bejelentetlenül természetesen. Vannak alkalmak, kifejezetten olyan alkalmak, amiket én szervezek. Ezek tulajdonképpen estélyek, programmal. Zene, ének, felolvasás, egy egész estét betöltő programról van szó, ahol a közönség a zenei élvezetek mellett természetesen ételt, italt kap és megtekintheti a legújabb képeket, illetve természetesen vásárolhat is. Itt jön a kérdés, hogy van ilyen kiállításod, ennek a híre hogy jut el a potenciális érdeklődőkhöz, a potenciális vevőkhöz? Mert ha van egy galéria, ő kiállítja, van egy ismeretségi köre, hogy te hogy jutsz el, a te híred hogy jut el az emberekhez? Nagyon egyszerű. Sokak által szidott médián keresztül, ez pedig a Facebook, aminek természetesen vannak hátulütői is, viszont én nagyon pozitívan értékelem azt, hogy bármilyen eseményt Facebookon keresztül a legegyszerűbb megoldani, itt meg lehet hívni az ismerősöket, akik aztán valóban el is jönnek, illetve hát kialakult már egy törzsközönség. Hanna, köszönöm szépen, hogy be tudtunk mutatni téged és a művészetedet. Sok sikert kívánok a jövőben, remélem ez a decemberi kiállítást meg lehet szervezni, rendezni, és jövőre sok privát és nagy közönség számára is elérhető kiállítást kívánok, és jó egészséget, további szép napot! Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Attila, és neked is minden jót kívánok, valamint a nézőknek. Köszönöm, köszönjük, szia! Legyetek jók, ha tudtok, vigyázzatok magatokra, másokra, sziasztok!